többen vagyunk, nagyobb a felhozata, többet kell dolgozni, hogy az ember talpon maradjon, de nem szabad elveszíteni a nőiségünket közben. Tehát én erre próbálok odafigyelni, hogy ne durvuljak el. Vagy hogy, tehát, hogy megmaradjon ez a kerek nőiesség. Ez nagyon fontos. Úgy tényleg elmondta, te szereted a kicsit agresszívebb szerepeket is. Nem. Tehát nem kifejezetten szeretem, mert megoldom, csak megpróbálom humorral megoldani, mert elég vicces, hogy a 42 kilommal agresszívan rárontanék valakire, tehát akkor marad a humor. Neked mik a legkedvesebb szerepeid? Hát a legkedvesebb szerepeim természetesen azért a József Attila Színházhoz kötődnek, hiszen 12 éve vagyok ott tag. Hát igazából a pályám elején túlnyomó zenés szerepeket kaptam, tehát Egy csók és más semmi, 3-1 a szerelem javára. Ezeket is nagyon szerettem, de azért én aztán a prózai szerepek lettek a kedvenceim. Illetve utána az utóbbi években a Csiki Gergely Kaviár című zenés darabjában játszom. Kaptad meg azt hiszem az első könnyű zenei művészeti díjat, vagy a Kornai Marian díjat, igen. A Műlovarnőt alakítasz ebben valami fergetegesen, ezt én is láttam, ezt az előadást. Köszönöm. És előtte pedig az Osztrigás Micit kaptam meg a színházban. És mind a kettővel nagyon nehezen kezdtem el dolgozni, hiszen az Osztrigás Micit játszotta a legendásan Galambos Erzsi, és hát a Kaviárban Vojt Ági játszotta ugyanezt a szerepet, szintén zseniálisan, és ilyenkor az emberben persze óhatatlan benne van, hogy jó, hát mindenki már játszott valamit, nagy elődök, mindent eljátszottak, de amikor az adott színházban, az adott helyen, és minden este találkozol azokkal a két lábon járó legendákkal, akik ezt játszottak, akkor azért nehéz. És pályám elején is volt egy ilyen, a Chicagót játszottam, Gárdos Péter rendezte, és hát ott is Galambos Erzsi már ezt eljátszotta egyszer, illetve egy másik szerepet, mert akkor ő volt a Roxy, én pedig a Velma Kellyt játszottam, és hát folyamatosan mesélt, meg segített,
De hát hiába az embernek mégis magából kell kidolgoznia ezt az egészet, úgyhogy voltak feszült pillanataink is, de aztán túljutottunk rajta. Mi az, ami téged átsegít a nehézségeken, amikor valami úgy nem megy? Vagy mondtad, hogy először nem vettek fel a színművészeti főiskolára, csak másodszorra. Tehát mit gondolsz olyankor magadba? Ha néz minket valaki, és úgy érzi, hogy ő éppen így feladná valamit, akármilyen pályán is van. Mi az, ami tudná mondani neki, hogy tovább lendítse? Én ilyenkor általában elvonulok, és úgy magamban letisztázom a dolgokat. Nem szerettem megosztani másokkal a problémámat, mert akkor újra és újra átélem, és nem lendülök tovább. Tehát azzal, hogy rágom a saját problémámat, a saját bajomat, és a barátnőm rettenetesen egyetért velem, hogy nekem milyen rossz, az engem nem visz előre. Tehát én általában leülök, és akkor így magamba vagyok napokig, és akkor utána helyreállok. A kollégád azt mondják rólad, hogy te egy jó munkás vagy, a szónak abban az értelmében, hogy te, amit rád bíznak, azt te mindig nagyon tisztességesen megcsinálod. Pontosan megérkezel, többféle feladattal meg lehet bízni, tehát amit így az Ulma Monira rábíznak, az úgy meg lesz. Én ezt valószínűleg a balettintézetből hoztam, tehát a főiskolán ilyenfajta szakmai pontosságot nem igazán követelnek meg, tehát én velem nem nagyon fordul elő, hogy elkéssek, vagy otthon hagyjak, vagy ne tudjak valamit, amit már kellene tudnom. Ezt a fajta szakmai alázatot, ezt azért a balettból hoztam, azt hiszem. Ugye mondjuk nem vagy kész egy feladattal, nem tanultál még meg egy szerepet, ami másnapra kell, akkor nem fekszel le addig? Persze, de olyan nincs, nem tolom el addig, hogy már másnapra kelljen az egész szerep. Hát már megtanulom az olvasópróba után. Na jó, nem, de azért igyekszem. Ha valamiért pedig nem megy bele a fejembe, vagy nehezebben tanulom, akkor ott más, akkor ott baj van. Tehát valamiért nem akarom rögzíteni. Egyébként ehhez hozzátartozik az is, hogy elég könnyen tanulok szöveget. Tehát azt hiszem, hogy kétszer elolvasok egy oldalt, és szó szerint tudom. Úgyhogy ebben szerencsés vagyok. Lehet, hogy ez később már nem lesz így. De most még könnyen megy. Szerepet játszik ez a te lelkiismeretességed abban, hogy egyre sikeresebb vagy? Ugye úgy néztük végül a pályádat, hogy volt a gyerek berobbanás, ugye a filmek, meg az Írtam a bátyámnak egy dalt, ugye berobbantál. Utána jött egy ilyen lassabb, szép lassú felemelkedés, ugye először a balettintézet, utána a színművészet, egyszer nem vettek fel, aztán fölvettek, aztán kisebb szerepek, aztán újra filmek, hogy az, hogy egyre több helyre hívnak téged, szerepet játszik ez abban, hogy megbízható vagy, tutina megcsinált, problémátlan vagy? Hát valószínűleg igen. Tehát idegen környezetbe kerülök, megismernek, nincs velem sok gond, teljesítem a feladatot, és azt tapasztalom egyébként, hogy visszahívnak egy-egy helyre, és ez jól esik. Tehát akkor ők is meg vannak elégedve, és akkor ez nem egy szakmunka, hanem akkor ebben lélek is van, és ez azt hiszem, hogy ez jó. Sokkal többször találkoztam férfi hisztériával, mint női hisztériával, ez így van. Nem mondod. És nagyon nehezen tudom tolerálni, tehát akkor arrébb megyek. Én nem szeretem, mert az nem visz előrébb, nem kell problémát csinálni ott, ahol nincs. És a legtöbb hiszti alapja nulla probléma. Nem kedvelem. Vannak még megvalósulatlan álmaid? Azt szokás mondani, hogy a Jóisten is szavakkal teremtette a világot, hogyha beszélünk róluk, akkor valóra is válnak. Igen, ez velem nem így van, nem merek róluk beszélni, de vannak. Vannak, és sokáig nem voltak. Tehát miután elvégeztem a főiskolát, mindenek örültem, amit kaptam, és nem gondoltam tovább. És most meg úgy tovább gondolom, és szeretném még ezt is, még azt is. És ez jó. Szeretnél? Tudnál mondani valami konkrétumot? Nyilván nem azt akarom, hogy elárult legtitkoltabb vágyaidat, hanem hogy nézd, amit még el szeretnél érni az életbe. Szerepálmaim vannak igazából. Az, hogy aztán azzal mit érek el, vagy az mire lesz jó, azt nem tudom. De például 10 évvel ezelőtt már említettem, hogy a Chicagóban eljátszottam az egyik szerepet, a Velma Kellyt. És nagyon szerettem volna egy idő után eljátszani a másik lányt, a Roxyt. És hát 12 év után felkértek Győrben, hogy legyek a Chicagóban Roxy. És hát ez például egy olyan dolog, amire már azt hittem, hogy nem lesz. És közben meg itt van. Ez például nagyon jó dolog. Ez egy titkolt vágyam volt eljátszani a Roxyt. Ez egy nagyon jó szerep. Én színésznő lennék, én is azt akarnám. Igen, és itt van. Úgyhogy ez most így öröm, vagy nagyon nagy öröm, hogy mozifilmet forgatok.
hogy a József Attila Színházban számítanak rám. Tehát ez most egy ilyen nagyon kerek dolog. Tehát lebegek. Jó, köszönöm szépen, és nagyon sok további sikert kívánok neked. Köszönöm. Nem biztos, hogy önnel pont így történik majd, de az biztos, hogy a magyar kultúrával önmagunkra találhatunk.